Szigetvári Viktor a Fidesz 2014-es plakátkiadásait vizsgálná, feltéve, ha az állami számvevőszék fenntartja a Jobbikkal szembeni álláspontját, miszerint a piaci árnál olcsóbb szolgáltatások tiltott pártfinanszírozásnak minősülnek. Az állami számvevőszék szerdán adott ki közleményt. Eszerint a párt 2017 első fél évében csaknem 332 millió forint tiltott támogatást fogadott el. A hivatal végül gigantikus büntetést szabott ki a Jobbikra, összesen 660 millió forint megfizetését várják a párttól. A Jobbik 2018-as választáson való részvétele is kérdésessé vált ezzel, mondta Volner János. A párt alelnöke szerint nyilvánvaló, hogy politikai támadás alatt állnak. Az ügy a demokratikus ellenzék pártjait is megrázta, akik értékkülönbségeik ellenére elítélik a Jobbik ellehetetlenítését. Szigetvári Viktor, az együttválasztmányi elnöke már itt van, jó reggelt kívánok. Kezdjük sokkal, jó reggelt. Mielőtt erről beszélünk, amiről most az összefoglaló is szólt, hadd térjek rá a másik fontos témára, hiszen vendégünk volt tegnap, Rónai Egon vendége volt az Egyenes Beszédben, Karácsony Gergely, a Párbeszéd miniszterelnök jelöltje. Három dolgot hadd emeljek ki abból, amit mondott. Arra számított mindenki, hogy be fogja jelenteni, hogy ő az MSZP PM miniszterelnök jelöltje. Ezzel szemben azt mondta, hogy nem tárgyalt a szocialista párttal, nem a miniszterelnök jelöltjük, a saját bejelentése szerint. Ha mégis az, akkor ezt a szocialista párt fogja elmondani, ami megtörténhet bármikor. A harmadik pedig, hogy a lényeg neki az, hogy továbbra is várja az összes ellenzéki pártot az összefogásba, a közös listára, például az együttetés. Holnap önöknek választmányi ülése lesz. Karácsony Gergely, meg tudja nekem most itt a stúdióban mondani, továbbra is az önök listavezetője és miniszterelnök jelöltje? Fontos erről beszélni, mert mindezen esetleg nehéz hírek ellenére én hiszek abban, 2018-ban aztán le lehet győzni az Orbán rezsimet, ha minden választókedvben egyelőlt van. Karácsony Gergely nem lesz az együtt listáján, a Párbeszéddel nem kötünk szövetséget. Karácsony Gergely nem lesz az együtt miniszterelnök jelöltje, mert a tegnapi napon lezárult egy történet. Voltak ennek pártjaink között az elmúlt napokban egyeztetése a nyilvánosságon kívül. Mi azt a tájékoztatást kaptuk, hogy kapott egy invitációt a szocialista párttól Karácsony Gergely, illetve benne van egy hit, hogy azt ott inkább meg lehet csinálni, amire ő tudna vállalkozni. Mi a Párbeszéddel előkészítettünk egy választási együttműködést, volt szerződés, én ez lett volna feladatom, hogy a holnapi választmányülésünkön jóvá hagyassam a pártunkkal. Egyéni jelöltek, koordináció, miniszterelnök jelölt program. Ez akkor most nem fog létrejönni. Ebben az ügyben azt tudom önnek mondani, hogy a langyosokat kiköpi a jóisten. A politika az bátorság kérdése és hit kérdése. Mi két bejutó helyet ajánlottunk a Párbeszédnek az első öt helyen a listán, tehát három együttes, két párbeszédes lett volna. Karácsony Gergely azt jelezte, hogy ő nem tud ebben hinni, hogy ez a lista bejut a parlamentben, és inkább olyan megoldást szeretne, egy szélesebb lista. Az együtt több mint egy évvel ezelőtt eldöntötte, hogy meg kell újulni a magyar politikának. Mi abban hiszünk, hogy bár sokan lebecsülnek minket, de dolgozunk tisztességgel, önállóan is be lehet jutni a parlamentben, de van egy nagyon fontos felelősségünk, mert mi nem az LMP, nem a Momentum vagyunk. Abban hiszünk, hogy ha nem működünk együtt azokban az egyéni választókerületekben, ahol meg lehet törni az Orbán rezsim hatalmát, és el lehet jutni akár egy Jobbik nélküli ellenzéki abszolút többségig, ha ott nem működünk együtt, akkor Orbán kottájából játszunk. Együtt fogunk működni, önálló listát állítunk, és be fog jutni az együtt a parlamentben. Tehát ezzel a mondhatom talán ezt a szót traumával együtt tudnak élni, ami tegnapról mára történt, és a koordinált egyéni indításban továbbra is együttműködnek. Ez trauma abban az értelemben, hogy én picit ebben most megint csalódtam, mert én közben 10 nappal ezelőtt ültem egy fórumon Karácsony Gergellyel együtt, hogy lehet ezt közösen csinálni. Abban hiszek, és ez nagyon fontos, hogy a 2018-as választásnak az egyéni jelölti ága az egy Orbán Viktorról szóló népszavazás lesz. Az egyéni jelölttel le lehet váltani az Orbán rezsimet, én mindenkit arra biztatok, és már sokszor figyeltem, én vagyok az egyetlen ellenzéki politikus, aki azt mondom, hogy Miskolcon szavazzanak a szocialista Varga Lászlóra, Kunhalmi Ágnesre, szavazzanak Vadai Ágnesre a DK-ból ott, ahol indul. Én nagyon szeretném... És a Jobbikra? A Jobbikra semmiképpen, de hadd mondjam el, hogy én szeretném... Akkor sem hőlegesebb jelölt valahol? A Jobbik, azt már a választók eldöntik, én a magam meggyőződése szerint a Jobbikkal szövetségben nem tudok politizálni, és nem tudok a javukra visszalépni, de a Jobbik nélkül is meg lehet törni a Fidesz abszolút többségét, bár azok, akik ezeket megpróbálnák kiszámolni, sosem jutnak el odáig, hogy kiszámolják, én ebben elég erősen hiszek. Csak azt akartam még mondani, hogy ebbe beleértem egyébként a Momentumot meg az LMP-t. Miközben szeretném rábeszélni Gémesi Györgyöt, egy másik párt politikusát, hogy ne azt mondja, amit nyilatkozott, hogy ő nem akar bejutni az országgyűlésbe, polgármester szeretne maradni 2018 tavasza után, nem hisz abban, hogy 2018 tavaszán le lehet váltani a rezsimet, mert ő az önkormányzatban akar még egy új 4 éven át készülni a rendszerváltásra. Magyarországnak nincsen még 4 éve,
induljon el Gödöllőn, és az együtt büszke lesz, hogy visszaléphet a javára, vagy akár Hatházi Ákos javára. Egyéni visszalépés, és a listán pedig az együtt immáron e tekintetben egy önálló listával meg fogja nevezni január 13-án egy kongresszuson a miniszterelnök jelöltjét, meg fogja nevezni a listavezetőjét, ez nem lesz azonos két személy, ebben biztos vagyok, és a választmányon pedig eldöntjük, hogy milyen stratégiával megyünk a kampányban. Én nagyon hiszek abban, hogy van annak a józan, bizonyos kérdésekben liberálisabb, bizonyos kérdésekben baloldali politikának helye Magyarországon, és közben én leszek az, aki az utolsó napig próbálok karácsonyig egyeztetni MSZP-vel, DK-val, vagy bíztatni erre Juhász Pétert, aki tárgyal, hogy legyen egy jelölt mindenütt. Miért nem lesz azonos a listavezetőjük és a miniszterelnök jelöltjük, és ki lesz ez a két személy? Ezt nem tudom megnevezni, ez a pártnak a demokratikus döntése lesz. Én ezt fogom javasolni a választmánynak. Kik az... a személyek, akiket javasolnak? Nem fogom most ennek megmondani, szerintem nem kell sokat várni, hogy ezt megtudják. Egyben hiszünk. Van az együttben rengeteg olyan politikus, aki képes arra, hogy miniszteri tárcát vezessen. Szerintem szükség lenne nem arra, hogy egy magunk méretű párti teljes árnyék kormányt alakítson, mert az talán nevetséges is volna. De van jó emberünk olyan tárcák élére, amivel más pártok nem neveztek meg. Nekünk van szerintem a legjobban kidolgozott programunk, engedje meg, hogy felmutassam. Ezt eljutatjuk a kampányban minden háztartásba, és abban hiszek, hogy szakemberekkel jó árnyékminisztereket fogunk megnevezni. Szerintem igenis január közepén le kell raknunk egy olyan programot, amely megmutatja, hogy hogyan változna meg Magyarország abban az első 100 napban, amikor mi oda jutnánk, hogy a Fidesz rezsimjét megtörjük, és ehhez egyébként kell egy listavezető, aki húzza a kampányt, és kell valaki, aki miniszterelnök jelöltként tolja, lesz erre jó javaslatunk, és sajnálom, hogy lezárult a történet a Párbeszéddel, menjenek ők az MSZP-vel, ha akarnak, mi közös listára a szocikkal nem megyünk, és tisztességgel fogunk egyébként szocialista egyéni jelöltekért is kampányolni, mert abban van benne a győzelem, és én ezt várnám az LMP-től is, hogy kampányoljon a mi javunkra, az ő javukra is kampányolunk, és közben listán megmérjük össze az erőnket. Utolsó kérdés ezzel kapcsolatban is beszéljünk a másik nagyon fontos témánkról, parancsolj. Az állami számvevőszékről és a tiltott pártfinanszírozásról. Még annyit hadd kérdezzek meg, hogy ha bárki ma a magyar nyilvánosságban Karácsony Gergely egy párfordulónak nevezni, akkor ön visszatérne arra, hogy ön azt mondta, figyeltem arra, hogy milyen okot láttam mögött, ami történt, az esély, illetve az önökkel való indulás esélytelensége, vagy kisebb esélye, mint a szocialistákkal, az egyetlen, vagy ennek van olyan tartalmi oka is. Önök sokszor elmondták, hogy az elengedhetetlen megújulás elősegítése érdekében nem hajlandóak együttműködni a szocialistákkal. Tartalmilag mást mond most Karácsony Gergely, mint ezelőtt egy héttel. Karácsony Gergellyel ideológiai vitánk nagyon kevés lenne. Gyakorlatilag összetudtuk hangolni a programjainkat. Egy hitkérdés van. Emígy vagy amúgy lehet leváltani az Orbán rezsimet. Ebben az együtt másfél éve ugyanazt mondja, és sokan ebben egyébként ma már ugyanazt mondják, mint mi mondtunk, csak ezt még nem is ismerik el. Egyéni jelölttel népszavazunk Orbán Viktorról, és leváltjuk jó emberekkel a rezsimet, és a listán pedig kiválasztjuk a jövőt ebben. Az együtt most egy jobb ajánlatot fog tenni, mert még egyszer neki gyűrkőzünk, és abban viszont hiszünk, hogy bátor politika nélkül nem lehet ezt a rettenetesen korrupt rezsimet eltávolítani. Ebben pedig szerintem Juhász Péter munkája, Baranyi Krisztina munkája, Berkec Balázs munkája, magamról hadd ne beszéljek, benne van, és ezt hozzátesszük. Világosan fogalmazott, hadd térjek át a másik témára. Csalás gyanújával feljelentést tesz Szigetvári Viktor a Fidesz 2014-es plakátvásárlásai ügyében, hiszen hogyha úgy van, ahogyan az állami számvevőszék most mondja, hogy tiltott támogatásnak minősül az, hogyha egy párt úgymond a mindenki számára elérhető piaci árnál lényegesen olcsóban vásárolhat, akkor ez történt a Fidesszel 2014-ben is. Mit vár a Polt Péter féle ügyészségtől? Semmi jót nem várok, viszont abban bízom, hogy az a fajta diszkriminatív jogalkalmazás, amely kicsit olyan, mintha ön menne át a piroson, önt nem büntetik meg, ne értse félre, ha én megyek át a piroson, akkor viszont engem megbüntetnek, az szerintem nem fenntartható egy országban. Nem illik egy televíziós műsornak a bevezetőjével kapcsolatban kritikát megfogalmazni politikus vendégként. Alig annyit, írtam elmondani, úgyhogy nyugodtan. Nem az, ami a bejátszásban volt. Én nem szolidaritok a Jobbikkal. Szerintem a Jobbik tiltott kampánytámogatást fogadott el. Az önmagában, ha valaki törvényt sért, visszamennék az előző példára, ha átmegy a piroson, az törvénysértés. Mi itt a probléma? Egyrészt a rendszerváltás óta nem volt olyan, és ebben áldozat a Jobbik viszont, hogy egy előzetes jelentést hivatalosan közöl az állami számvevőszék. Ez nagyon ilyen érdekes, nincsen. Ezt a néző kedvéért mondja el, hogy mi történt, mert ezt nem kevesen tudják. Ugye az állami számvevőszék úgy ellenőriz egy intézményt, egy vidéki önkormányzattól, mondjuk az Együtt nevű pártig, hogy sokáig vizsgálódik, utána letesz egy papírt, jogászok 15 napig vitatkoznak, és mindig az történik, ha csak valami katasztrófa nincs, hogy a legvégső papírnak a
megállapításai, amiből akár lehet feljelentés is, azok mindig másak, mint a 15 nappal előtti változat, mert ugye ez egy egyeztetési folyamat, lehet, hogy félreértettek valamit, nem kaptak meg minden dokumentumot. Most az történt, hogy a végleges jelentés előtt állt ki az állami számvevőszék, én ilyen a rendszerváltás óta nem emlékszem, ez az első dolog. A másik dolog, és ez viszont szerintem egy elfogadhatatlan dolog. A Fidesz 2010-ben is, 2014-ben is szerintem ugyanezen módszerrel, tegyük hozzá, ugyanazon oligarcha kezéből elfogadva az adományt, nem pénzbeli juttatásból, tisztességtelen módon kampányolt. Erre minden bizonyíték adott. Ezt már réges-régen el kellett volna rendelni, mint nyomozást, nem tette meg se az ügyészség, se az állami számvevőszék. Ha csak a Jobbikot marasztalják el, akkor ez egy illiberális, elnyomó dolog, amelyben a politikai ellenfelet lehetetlenítik el, miközben szerintem a Jobbik ebben törvényt sértett, az Együtt sosem fogadott el ilyen plakátadományt, nem is fogadnánk el, és ha valaki egy 100 forintos széket 1 forintért pártként megvesz, az igenis, egyébként nem 2014 óta, a rendszerváltás óta, az akkor azt jelenti, hogy 99 forint nem pénzbeli adományt fogadott el. Mi a dolga azoknak a pártoknak, amelyek a demokratikus ellenzékként szokták önmagukat meghatározni, akkor, ha valóban az lenne ennek a következménye, amelyet a Jobbik most potenciálisan felvetett, hogy nem tudna indulni a választásokon? A Jobbiknak szerintem tisztáznia kell a saját pénzügyeit, szerintem ott van probléma, hogyha őket ellehetetlenítik, de közben a Fidesz nem lehetetlenítik el, én akkor sem bojkottálnám a választást. Ezzel együtt szerintem az az akció, amit az állami számvevőszék most ebben a formában csinál, az egy diszkriminatív akció. Én viszont bojkottálni a választást nem fogom, és nem is tudom. Szolidaritásom addig terjed a Jobbikkal, hogyha valakit megbüntetnek valamiért, míg más nem büntetnek meg, akkor persze lehető is bűnös, de innentől kezdve nem kizárólag a Jobbiknak a felelősség az, ami ebben az ügyben plakát történetben Magyarországon történt. A Jobbikkal plakátügyben nem tudok szolidarítani, az őket ellehetetlenítő államhatalom, az egy elnyomó gesztus, erre csak egyet tudok mondani, szavazzanak egy demokrata ellenzéki jelöltre mindenütt az országban, és leváltjuk a Fideszt. Szerintem az LMP és a Momentum is jöjjön be egy együttműködésbe, mert az felelős döntés lenne. Listán pedig választanak szebb jövőt ebben az országban, szerintem lehet jobb jövőt is választani, ebben mi az együttel meg fogjuk tenni a magunkét. Szigetvári Viktor, köszönöm szépen! Köszönöm szépen.